Köszönöm szépen, és köszöntelek szeretettel benneteket az úrisnak a nevében. Ezt el szoktam mondani, ahogy Pálapostól megfogalmazza, nincs ez így teljesen, csak félig megírva és összeszedve. Én azt szoktam mondani, hogy a hívő embereknek ez az alap öröme. Tehát, akiben van a mi váltságunk, bűneinknek a bocsánat és az örök életünk. A hívő embernek ez az alap kell, hogy ott legyen a szellemében, és így köszöntelek benneteket, és köszönöm a köszöntést, és mielőtt bármit szólnék, köszönetek és hálát mondok az Úr Jézusnak elsősorban és utána nektek. Megkértem a pásztorotokat, hogy a feleségemet műtötték, hogy imádkozatok értünk, és ott ültem, míg a műtét folyt és hívott a pásztorotok, és mondtam, hogy még, még még folyik a műtét, való volt egy kis komplikáció, és akkor azt mondta, hogy és akkor imádkozunk tovább, és kicsit elsírtam magam, úgyhogy milyen jó testvéreim vannak. Ti is, és többen az, azok a gyülekezetek, ahova néha el szoktam menni, elhívnak, azokat fölhívtam, és sokan imádkoztunk, és áll az úrnak a feleségem jól van, most vizen van, rehabilitáción, és hiszem azt, hogy jó gyújtan jön onnan haza, és mi nagy erő a szenteknek az imája, így tudok rátok emlékezni, és köszönöm nektek is az Úrnak ezt a szeretetet és kedvességet, amit csak egyedül a hívők, mint igazán testvérek, sokkal erősebb, mint a vérszerinti testvérek tudnak egymásnak szerezni a Jézus vére által. Az iga, amit szeretnék veletek megosztani, lehet, hogy új dolgot mondok, lehet, hogy nem, de nem biztos, hogy újat. Én, én gondolkodtuk egy kicsit, és azt mondom, hogy egy ószövetségi evangéliumból akarok olvasni nektek. Nem tudom, tudja -e valaki, hogy melyik szerintem van egy ilyen evangélium az ószövetségben. Igen, már itt hallom. Miért Ézsaiás? az van emlegetleg legtöbbet az új szövetségben. Ma gondoljátok át, ha az új szövetséget, folyamatosan Ézsaiásra van visszautalás, ezért azt mondom most így nektek, hogy Ézsaiás könyvéből olvaszok ószövetségi evangéliumot, annak is a 63. részét keresétek meg a Bibliátokban, és a 63. résznek a 7. versétől fogom Isten ígét olvasni. Hát a 19-es versig a rész végig terüljük, ige szakaszt fogom felolvasni az Isten ígéjéből. Van négy bibliám, egy régi Károli, egy revidiát Károli, egy régi újfordítás, meg egy egyszerű újfordítás, az a vékony lapos. És szoktam forgatni, és amiből kapok üzenetet, abból szoktam szolgálni, prédikálni. Így most ebből a Károli Reviliádból fogom olvasni köztetek Istennek az igénybeszédét, beszédét, tehát újra mondom, Ézsúás Profita könyve 63. részének a 7 versétől. A Szentírás a következő képen hangzik és tudósít bennünket. Az Úr kegyelmes tetteiről emlékezem, és az Úr dicséretéről, mindazokról, amit az Úr cselekedett velünk, Izrael háza iránti nagy jóságáról, amelyet irgalmasan és nagy kegyelmében közölt velünk. Azt mondta, bizony ők mégis az én népem, fiaim, fiaim, akik nem csalnak meg, és így szabadítójuk lett nekik. Minden szenvedésiket ő is megszenvedte, és arcának angyala szabadította meg őket, szeretetében és kegyelmében váltotta meg őket. Fölvette és hordozta őket a régi idők minden napján. Ők azonban engedetlenek voltak, és megszomorították szent lelkét, ezért ellenségükké lett és harcolt ellenük. De, megeml de megemlékezett népe Mózes régi napjairól. Hol van, aki a tengerből kihozta őket nyájának pásztorával? Hol van, aki beleárasztotta szent lelkét? Hol van, akinek dicsőséges karja Mózes jobbjával járt? aki ketté választotta előttük a vizet, hogy magának örök nevet szerezzen. Átvezette őket a mélységeken, mint lovat a pusztákon, és nem botlottak meg, mint a jószág, amely leereszkedik a völgybe, úgy vitte őket a nyugalomba az Úr lelke. Így vezetted népedet, hogy dicső nevet szerez magadnak tekints alá az égből, nézd le szentséged és dicsőséged lakhelyéből, hol van féltő szereteted és hatalmad, szíved dobogását és irgalmadat visszatartott tőlem, hiszen te vagy a mi atyánk. Ábrahám nem tud rólunk, Izrael nem ismer bennünket. Uram, te vagy a mi atyánk, megváltunk öröktől fogva, ez a neved miért engedsz eltévejedni minket útjaidról, Uram? Miért keményítetted meg szíveinket, hogy ne féljünk téged? Fordulj szolgáid felé, örökséged nemzetségei felé. Szent népet csak kis ideig birtokolt a földjét, ellenségeink letaposták szent éjedet. Olyanok lettünk, mint akiket soha, olyanok lettünk, mint akiken sosem uralkodtál mint akiket nem a te nevedről neveztettek. Imádkozunk, dicsőjtünk téged, mennyei atyánk, a te áldott szent fiad Jézus nevében. Jövünk hozzád, Istenünk, nagy háladással a te ígérét és a te beszédedért. Köszönjük, hogy adtad, köszönjük, hogy megírattattad számunkra. Köszönjük a tanúságot, köszönjük azokat az áldásokat, amelyet elkészítettél, Uram, a te beszéded által. Köszönjük, Uram, azt a mai délutánt, Hisszük és valljuk, Uram, hogy Te elkészítetted, köszönjük azt, hogy neked terved volt, és arra kérünk Tégedet, hogy áldj meg a szólót és mind a hallgatót, az, hogy szívből szívbe, lélekből lélekbe juthasson Te beszéded. Menjél, Atyánk! Szent Jézus nevében kérjük, áldj meg és hallgass meg. Amen! Hát, kedveseim, kedvesek vagytok számomra! Emlegettem még azt a első helyet, ahol voltatok, ahol szolgálhattam, és mondom most a pásztorotoknak, hogy azért emlékezetes számomra, mert komoly vesegőrcsel érkeztem közzétek akkor, és Isten könyörült rajtam, és most meg komoly epe problémával jöttem, és Isten könyörült rajtam. Édesanyám reggel azt mondta, fiam, imádkozom érted, és tudjátok, az ördög próbálja a testünket erőtlenné tenni, hogy Istennek az üzenete ne éljen célba. És szeretném elmondani az igének a rövid üzeneteit úgy, ahogy én kaptam, tudjátok, én nagyon egyszerű vagyok, de amit nekem Isten adott, és Isten nekem megmutatott, azt szeretném átadni. Volt egy erdélyi szolgálatom, és úgy alakult, hogy szombaton egy mennyegző kellett részt vennem, és akkor másnap kellett szolgálnod köztük, és akkor mondtam, tíz órakor a gyülekezet, vagy nem is tudom már a gyülekezet nevét se, mondom, jól feladtátok a leckét nekem, néznek rám, és azt mondtam, hogy figyeljetek, egy esküvő után, ki két, két-három óra, mire hazament, lefeküdt, és elhívtatok engem ide, és kell, hogy úgy prédikáljuk, elsősorban, hogy ébren maradjatok, ez az egyik. másik meg az, hogy még meg is kell, hogy gyújtsalak benneteket. Ez a másik dolog. És most is így vagyok itt, hogy szeretnélek meggyújtani benneteket, mert Isten engem meggyújtott ebből az igéből. És úgy kezdődik a profétának, van egy szellemi fájdalma. A népéért. És ugye úgy van az, hogy először az Istenek az ember, aki Istennek közelségben van, annak nyitja meg Isten az ő beszédét és a szellemi fájdalmát. És az a, az a szolgálatunk és az a feladatunk, hogy ezt a szellemi fájdalmat, ami a szívünkben van, azt tovább tudjuk adni. Fogok erről beszélni. Egy érdekes rész ez. Képzeljétek el, megszólal benne a proféta, megszólal benne Isten, és megszólal benne utána Isten népe. És ez a szolgálatunknak az eredménye, ez a, a prédikálásnak az eredménye, hogy átmenjen és is az Isten népe, az Isten gyermek is megszólaljanak. És érzékeljék azt, azt, amit Isten a Szentlélek által az övéinek adott. Úgy kezdődik ez az ige szakasz a proféta lelkéből, így fakad föl, az Úr kegyelmes tetteiről emlékezem. Tehát ő szólal meg először, van egy szellemi fájdalma, Istenhez beszél és kér tőle, és Istentől ezt kapja, azt mondja az Úr. Először adj hálát, figyeljétek meg, az Úr kegyelmérét, tetteiről emlékezem, és az Úr dicséretőről, mindarról, amit az Úr cselekedett velünk, Izrael háza iránti nagy jóságáról. És, és, vissza kell emlékezni, és hogyha picit figyelmesen olvasuk a Szentírást, Képzeljétek el, még az új szövetségben is visszaköszön. Az apostolok, amikor megfáradnak ott az új szövetségben, tudjátok, amikor úgy kikapnak Jézusért, és felmennek a fölházba, és azt mondják, elkezdek együtt imádkozni, és képzeljétek el, hogy hogy imádkoznak. Két, két dolog van, ami a szentírásba jön. Az, hogy Isten megszabadította az ő népét Egyiptomból. Ez újra és újra visszajön a Szentírásban, az Szövetségben és az Új Szövetségben. És a másik dolog a teremtő és alkotó Isten. Emlékezzetek, úgy, szól, úgy szólítják meg a tanítványokat a felházban, te, aki az Eget teremtetted, te, aki vagy a hatalmas Isten. Nagyon érdekes, ez a Szentlélek újra és újra hozza és a hálaadásban kezdődik az, hogy Isten elkezd beszélgetni a profitával, és azt mondja az Úr, adj hálát, és emlékezz. És mi az, gondolkodtam, Uram, mi az, ami ezt a csodálatos emléket elhomásítja? Mi az akadálya? Tudjátok, mi a testünk. Sámel könyvét olvasgattam, és nem tudom, jártatok el már úgy, hogy olvassátok, és elhaladtam, és azt mondja, az úr csak vissza. A következőt kaptam, amit szeretnék veletek megosztani. Először egy kérdést teszek föl. Jó egész éjszaka, végig aludna az éjszakát? Ugye, vagy jó? Ezt jegyezzétek meg. Mindjárt lesz ennek egy nagyon fontos üzenete. Tehát arról van ott szó, hogy van egy kicsi Sámuel, és Éli előtt szolgál, és Sámuelnek van két fia. Ö, bocsánat, Élinek van két fia, Éli előtt szolgál Sámuel, Élinek van két fia, akiknek kellene a papi szolgálatot végezni. Van egy kis fiatal ember, fiatalember, fiatal ember, aki képzeljétek el, úgy alszik, mint nyúl a bokorba. Ott van, és elkezdi végezni a szolgálatot. Éli fiai pedig kiszolgálják a testet, a testünk akadálya. Megadnak mindent, ami a testnek kell. Tudjátok, mi kell a testnek? Mit mondanak ma? Együnk, ígyünk, holnap úgyis meghalunk. Az a tied, amit megeszel és megiszol. Éli, éli fiai ezt megteszik. Azt mondja a Biblia, hizlaljátok a testeteket az én áldozatomon. Éli fiai még tovább lépnek, és paráználkodnak nyilvánosan, kiszolgálják a testet. És van egy ember aki ott van, és képzetik el, azért mondom, úgy azt, mint, mint, a nyúl a bokorban, mert éli szolgálat alatt van, és az jár evel a szolgálattal, hogy meggyújtsák a mécsest. És annak égni kell, tudjátok? Föl kell riadnia, és azt mondani, ez már füstöl, akkor oda megy az aranyolóval, és levágja a kanócot, hogy szépen égjen. Megy a másikhoz, ez miért füstöl? Azért, mert nincs benne olaj. Kell bele tölteni olajat. Újra lefekszik, de újra föl kell. És azt mondja ott a Biblia, hogy nincsen kijelentés az Úrnak. Megszűnik a kijelentés, de a kijelentésnek ára van. Éli fiai, hogy a testet, és utána az új szövetséget hozom. Azt mondja a Biblia, mit mond Pál, akik a testnek, testnek vetnek a testből, aratnak veszedelmet. A testből aratnak veszedelmet. És itt van ez a fiatal ember. Ugye szeretnéd, ha szólna hozzád az Úr, én is szeretném, te is. De annak ára van, kedveseim. És lehet, egy húsz éven keresztül van ez, hogy ő úgy alszik, újra mondom, mint nyúl a bokorba. Ennek óriási ára van, és ott van előtt, is szolgál az Úrnak. És Isten lehetetlen, tudjátok, mikor Isten szolgálod, az Isten jelenlétében vagy, lehetetlen, hogy ne szóljon hozzád. Nem tudom elképzelni, és ezt a Biblia alá támasztja, És egy ilyen kicsi fiúnak már Isten megszólítja. Mert ott van, ahol lennie kell, de annak mindig ára van. És a próféta is megfizeti az árát, ugyanúgy Ézsaiás is megfizette az És az összes próféták megfizették az árát. És mi nekünk is meg kell fizetni az árát, hogy Isten szóljon hozzánk. Ott kell lenni az Istenek a jelenlétében. És meg kell tagadni, és hogy, hogy énekeltük, meg kell feszíteni a testünket. Akadálya, Akadálya testünk, biztos észrevettétek ezt. És kívánom nektek, hogy ne homályosítsa el a testünk. És a testünknek a kiszolgálása, hogy az Úr dolgairól emlékezzünk, az ő tetteiről, és tele legyen a szívünk hálaadással, és az Úr dicséretéről, és azt mondja, amit megcselekedett velünk. Tehát beszél arról, hogy egy megtörtént dolog történt az életünkben. Valóság történt az életünkben. Nem olyan, ami majd lesz. Nem ami, ami talán meg fog történni, hanem megtörtént. És kell, hogy a hívő ember ezt lássa. Ha Dávid azt mondja, a bűneim szüntelen előttem forognak, így hozza az írás, akkor kell, hogy lásd, hogy hívenben kell az, hogy mi nagy dolgot tett veled az Úr. És azt mondja, hogy ez dicséretekben teszi meg. És amikor ez megtörténik a háladás, akkor megszólal Isten. Hallgassátok meg. Azt mondta, már mint Isten. Bizony ők mégis az én népem. Fiaim, akik nem csalnak meg, és így szabadítójuk lett nekik. És tovább szeretnélek vinni benneteket. Én pásztorottakkal kicsit beszélgettem, és azt mondtam, hogy el kell jutni a hívő embernek egy gondolkodási módra. Egy olyan gondolkodási módra, hogy Isten az én atyám, és én az ő fia vagyok, az ő gyermeke. Isten bízik bennünk. Azt mondja itt, hogy Isten elkezdett gondolkodni. Ő mégis fiaim. Ők mégis az enyémek. És tudjátok, a Biblia tele van ezzel. Jeremiást is olvasgatom. És ragozza az Isten. Azt mondja, Izrael olyan volt, mint a mátkám. Jegyesem. Isten szerelemről beszél. Vonzalomról beszél. És azt mondja, hogy mégis fiaim. És esetleg, hogyha valamelyikőtök szeretné ezt följegyezni, én Hát 5-6 éve kaptam ezt az úrtól, és azt soha nem fogom elfelejteni, és fogom nektek mondani. Azt hiszem 2 Mózes 4, 22 és 23-ban van ez megírva. Isten küldi Mózest a fáraóhoz, és tudjátok, hogy hogy küldi? Azt mondja, bocsásd el az én első szülött fiamat, az Izraelt. Isten úgy gondol rád, mint az első szülött, a legkedvesebb, a legdrágább, akit nagyon-nagyon vár, akit még meg se születik, és már szereted. Annyira várod, annyira kívánkozol, hogy lássad őt. Hogy kommunikálhass majd vele. Hogy kommunikálhasson veled. Ő az én fiaim, bízik benned, bízik bennem. Ő így gondol rád. Ő egy szerető mennyei atya. Ő azt mondja, első szülő, fiam az Izrael. Így gondolkodik az Isten, és azt mondja, nem fog megcsalni, nem fogok benne csalódni. Nekem is voltak szüleim, Isten nekem nem adta meg, hogy én szülő legyek. De látom, és emlékszem vissza, hogy bizalmat szavaztak a szüleim. Vagy arra is emlékszem, milyen az, hogy atyám, milyen, hogy édesapám és édesanyám. Akkor hazamentek, akkor Anyósomnál nem nagyon szoktam nyitogatni a szekrényt, de anyunál kinyitom. <laughs> Ti nem így vagytok? Szétnézek, otthon vagyok. Teljesen úgy mozgok, ilyen, ilyen, akkor van egy kis feszélyeztetés, ha máshol vagyok, de ha otthon vagyok, akkor felszabadulok. Ő az én atyám. Szeret. És, és vágyakozom, hogy fölfedje a titkait előttem. És Isten így gondolt az ő népére. És azt mondja tovább, és itt szabadítőjük lett. Minden szenvedésüket ő is megszenvedte. És Isten tovább megy, és azt mondja, nem csak az örömbe akarok részesedni, a szenvedésükben is. Mi az, ami nekik fáj, ami nekem is fáj. És Istennek fájt, hogy az ember távolról tőle a szeretet, aki öldelni akart, és csókolni akart. És szerelemmel szeretni, és azt mondta az Isten, elküldöm a fiamat. Isten szenvedte, hogy megszenvedte, hogy elbocsájtotta a legdrágábbat a földre, ide, a mennyből a földre. Az Isten szenvedett, amikor látta az egyszülött fiát, ahogy bántak vele. Jézus szenvedett a fiú, és többek között azt mondja a Biblia, egyszer megjegyzi, amikor egy apa viszi az ő fiát, és tudjátok, a tanítványokat talál, és azt mondják, hogy gyógyítsátok, és nem tudják, és le Jézus, azt hiszem a megdicsérülés hegyéről és eléje kerül, és azt mondja a Jézus, hozzátok ide, és fölkiált Jézus, és mondja, szenvedek köztetek. Meddig kell még köztetek szenvednem? El szenvedett bennünket, szenvedő szeretettel, és utána nagy pénteken bezárult az ég, és szenvedett az Isten. Figyeljetek, a mai világban, talán a mai világban van az, hogy felerősöd, az igazság érzet. Régen is volt, de most nagyon. Mikor igazságtalanság ért téged, amikor tényleg vétlen vagy abban a dologban, és az Istennek büntetni kellett a saját fiát, szenvedett a fiú, de nem azért a szegek miatt, nem a korbácsok miatt, hanem az atya távol léte miatt, a szeretet miatt, amit, amit ő átélt, a mennyetje a közelségét, mert ő is fiú volt. És azt akarja, hogy te is fiú légy, ő mint örökös, és azt akarja, hogy te is örökös légy. És szenvedett az Isten, elfordította az arcát, és sújtani kellett azt, aki büntelen volt, sújtani kellett a legdrágábbat, a tökéletest miattunk. És szenvedett a fiú is. A Biblia azt tanítja nekünk, hogy Jézus olyan csodálatos volt az ő lényével, és arcának angyalát elküldte, hogy megszabadítsa őket. Szeretetében és kegyelbében váltotta meg őket. És valóban felismerhetjük Jézust, ahogy jött, és bemutatta a mennyei atyát az ő szeretetét. És itt jön a szolgáltamnak a csúcspontja. Fölvette és hordozta őket megálltam, és kértem az Urat. Éreztem, hogy nagyon sok van ebben a kijelentésben. Picit tovább olvastam, és így, így szólt Szíved dobogását és irgalmadat visszatartott tőlem. És úgy képzeljétek el, visszamellékszem, hogy csodálatosan kibontotta Isten kegyelme. Tehát fölvette és hordozta őket. És ez azért, amit említettem, ez a szolgáltamnak a csúcspontja. Kedveseim, aki nem engedi magát megtalálni, ugyanis egy gyönyörű klasszikus történet, amit Jézus elmond, amikor a jó pásztor elmegy, és ott hagyja a 99-et azért az egyért. És azt mondja a Biblia, hogy elmegy, megtalálja, és hova veszi? Hát föl a kebelére, fölveszi, mert nem tud járni. És mi történik, amikor valaki itt van a kebelén? Hallja az Isten fiának a szíve dobogását! Azt mondja a proféta, szívednek a dobogása távol tartott tőlem. És tudjátok, hogy itt van a kulcs, és ne csodálkozzatok, ha valaki ott hagyja az urat. Mert nem engedte magát fel venni. Jézustól nem engedte meg magát soha megtalálni, mert aki hallotta az Isten fiának a szíve dobogását, csak azt tudja, és az marad meg. Csak a Károlyban van megírva, hallgassátok meg, hogy milyen csodálatos. János evangéliuma első részének. 18-as versét olvasnám föl. Az Isten soha senki nem látta. Az egyszülött fiú, aki az atya kebelén van, az jelentette ki őt. És itt van a történetnek a vége, vagyis az indulása. Jézus Krisztus az atya kebelén volt, és hallotta az Isten szívének a dobogását. És eljött a fiú, és kijelentette magát az Istent. És emlékezzetek, hogy mit mondtak róla. Embert nem hallottunk így beszélni soha. Soha. a kedves beszédén. És egy kiemelkedő rész az új szövetségben, amikor a bűnös nő, aki tetten kapatott, tudjátok, és Jézushoz viszik, és azt mondják, hogy mi itt kell, hogy vele tegyünk. Ez csodálatos történt a Bibliába. És Jézus ír a porba, és megszólal az vessere az első követ, aki nem bűnös közöttetek a Szent Szellem lelkismert vádolással potyognak a kövek, távoznak az emberek. Jézus marad és az asszony, és azt mondja, az Isten mondja, ez van az Isten szívén, ez dobog, szeretlek, nem vádolnak, azt mondja. Asszony, hol vannak a te vádlói? Az nincsenek. Azt mondja, én sem vádollak téged. Eredj el is többé nevét kezdél. És a kérdés az, hogy hallottad-e az Isten fiának a szíve dobogását. Mert ha valaki hallotta Jézus Krisztusnak, az Isten fiának a szíve dobogását, soha nem fogja elhagyni. Mert magát a mennyei atyát ismerte meg, mert Jézus Krisztus az atya kebeléről érkezett, és azt közölte, hogy mi van az atya szívén. Szoktátok kérdezni, hogy van a -e szolgálatomnak címe, legyen az. Mi van az Isten szívében? Mi van az Isten szívében? És tudjátok, tovább megy ez a történet, ott van lassan a, az utolsó vacsora, és valaki nyugszik Jézusnak a kebelén. És gondolkodtam, tovább itt engem a lélek. Mi ár annak, aki Jézus kebelén van? Mi ár annak? Nagyon érdekes ez, hogy ott van a tanítványi csoport. János, János nyugszik Jézus kebelén, hallja az Isten fiának, a szívének a dobogását. Közel van hozzá. És van egy vezér, úgy hívják, hogy Péter. Olvassátok el, vagy írjátok le, ez János 13-ban van megírva. János 13, János Evangélium 13. rész 23-as és 23-tól 26-os közli közlik velünk ezt az igazságot. Int Péter, mert Jézus azt mondja, egy közületek elárul engem. Int Péter, a vezér. Figyeltek, ő a vezér. Jánosnak tudakoz meg. Nos, mi is jár még annak, aki hallgatja az Isten szívének a dobogását? Kedveseim, a kielentés lelke és szelleme. Az jár. Annak jár. Annak jár. És akkor újra odahajlik, és azt mondja, Uram, ki az? És akkor mondja Jézus, az, akinek én a bemártott falatot adom, és adta Iskáretes Judásnak. És tudjátok, ha elolvassátok a János evangéliumát, akkor valamire felfigyeltek. Jánosra. Aki Jézus szívének a dobogását hallgatja. Egy se hallgatja. Ott van a megfeszítés. Ott van a hír. Az asszonyok mondják, hogy feltámadt az Úr. Péter és János együtt megy a sírba, együtt futnak. Bemegy Péter, kijön, csodálkozik. Utána bemegy János. Mi van megírva? Lát és hisz. Csak annak adatik meg, aki Jézus kebelén van. Utána megjelenik Jézus már háromszor, vagyis kétszer, és harmadjára jön, amikor Péter elmegy halászni. Igaz? és egész éjszaka halásznak. És vírad mennek kifele, és Jézus ott van a parton, ott várja őket kenyér hallal. És egyszer csak megszólal János. Az Úr van ott! Péter megint Péter, tudjátok, ledobja magát, puf, már megy is. Péter adja magát, semmi baj vele. De értitek? János evangéliumát elolvassátok, teljesen másképp gondolkodik, teljesen másképp lát mindent, mint a többi. Másképp írja meg, más fontos neki. Ha valakinek azt mondod, hogy szeretnéd befogadni a szívedbe Jézus igazán, melyik evangéliumot ajánlod? A János evangéliumát olyan szellemi tartalommal bír, olyan lelki igazságok vannak benne, azért, mert út nyugodhatott Jézus Krisztusnak a kebelén. És kívánom nektek, hogy vágyakozzatok, hogy kívánjátok az Istennek a fiát, akinek a szíve dobogását a mennyei atya szeretete közlésével hozta le nekünk a földre. És akkor azt mondja, fölvette és hordozta őket. Oda tudtuk még lapozni, ha nem lapoztok, akkor felírhatjátok. Gyönyörű ez az ige. Izsajás 46. Vágyat akarok támasztani nektek, hogy olvassátok el Izsajást, hazamentek, azt mondjátok, el fogjuk kezdeni, te Tibi, olvasni ezt az Izsajást. Hallgassátok meg, milyen gyönyörű. Izsajás 46, harmadik vers. Hallgass rám Jákób háza és Izrael házának minden maradéka, akiket magamhoz vettem, anyátok méhétől fogva, és hordoztalak születésetek óta, vénységetekig ugyanaz vagyok, megőszülésetekig én hordozlak titeket, én alkottalak, én hordalak, én, visel én, visellek el, és én szabadítalak meg. Ez egy gondolkodási mód. Isten ott van a születésekkor, és az van előtte, azt mondja Isten, fájlalja, szamarakon hordozzák a bálványokat, az állatok képzeljtek el, összeroskadnak. Nem bírják már a szerencsétlen párák, azt mondja az Úr, tehetetlenek, mit csináltok? Hát én vagyok az Istenetek, én alkottalak benneteket születésetektől fogva. Ahogy a profétának mondja, még az anyamében, vagyis Dávid mondja, hogy láttad alaktalan testemet, még meg sem voltam. Azt mondja a profét a másik helyen, hogy az anyamében már ismertél engemet. Az Isten, aki ott volt születésedkor, aki megengedte, hogy ifjú legyél, aki megengedi, hogy ősz legyél, nem tudom idézni az ígét, fájdalom. Most már el kell tanulnom, hogy ezt ki kell jegyeznem. Nemrég azt olvastam, tudjátok, hogy Istennek a fájdalma egyik profétán keresztül azt mondja, az a fájdalmam, hogy kezd el őszülni, és nem közelítesz hozzám. Tehát magyarul jön az életednek a vége, és nem keresed az Isten. Oké, okay, hogy ifjú voltál, jártál te szíved kívánsága szerint. De már öregszel, őszül a hajad, el kell menni a lédből, és nem keresel engem. Azt mondja az Isten, és ő hordozta őket. Hát ő hordoz, nem mi, hanem ő hordoz születésünktől meghalásunkig. Legyen ilyen szellemi gondolkodásatok, szeretteim. Az Istenről, az ő munkájáról, az ő hordozásáról, a gő gondviseléséről. És utána hallgassátok meg, mit mond tovább az írás. Tehát fölvette és hordozta őket. Először magamról beszélek. Túlmezsei Erzsébetnek van egy nagyon szép verse. Tudjátok, homok, lábnyomok hom, a, igen, homokban lábnyomok valami, vagy nyomok a homokban valami ilyesmi. És akkor úgy kezdődik, hogy két pár lábnyomot látok a homokban. Az úr és én megyünk. És egyszer eltűnik egy pár lábnyom, és már csak egy marad. És ilyen gyalázatos vagyok én. Lehet, hogy te is ilyen gyalázatos vagy. Tudjátok, mi az ember reakciója? És úgy ír a túlmező hogy a legnagyobb próbában egyedül hagytál. Csak már egy pár lábnyom, nem jöttél velem. Ádám, amikor védkezik, egyből azt mondja Istennek, az asszony, akit mellém adtál. Olyan gyalázatos vagyok. Istent vádolom egyből. Az alkotómat, a szerető Istent, a szerelmes Istent, a gondviselő Istent, az atyámat. Ilyen az ember. Ilyenek vagyunk. És akkor ott túlmezs elzsehet leírja, hogy gyermekem. Mikor egy pár lábnyót láttál, akkor az igazából az enyém volt, mondja Jézus, mert fölvettelek, és a legnehezebb próbában én hordoztalak, és írja az úr, én hordozlak benneteket. Én alkottalak, én hordozlak. Kell nekünk tudni. És ne engedd meg az ördögnek, hogy vádold az Isten bármi úton, mert ez bennünk van, higgyétek el. Azon nyomban képesek vagyunk Istent vádolni. Uram, miért? Miért hagytál így? Miért engedted meg? Majd erről is fogok beszélni. Ők azonban azt mondja a Biblia, engedetlenek voltak, és megszomorították Szent Lelkét. Ezért ellenségük lett, és harcolt ellenük. És azt mondtam, Uram, ezt nem értem, itt megint meg fogok állni. Az Isten a szerető atya ellensége a teremtménye, az alkotójának, a mátkájának, akit szeret. Annyira szeretett, hogy egyszülött fiát adta. Itt valami több van, itt valami más van és kaptam. Tudjátok, mikor olvasod a Szentírást, akkor megkapod az üzenetet. 80. Zsoltár. Ászáv. Ászáv Zsoltára. Képzeljétek el, zenei vezető, és míg Isten dicsőíti, Isten szelleme rászál, és elkezd szolgálni, és profétálni. Lesz belőle egy proféta, mert az Isten dicséretekben lakozik, és ő megmarad. Fogságban van a nép, először elmegy az északi rész, Izrael, Utána majd viszi ugye Judát, az úr, fogságban van, szenvednek, és Ászáf egy angyal, aki fölismeri a helyzetüket, és tudjátok, hogy mit mond. Ázszáv. Nagyon érdekes. Rájön. 80. a Zsoltárba. Azt mondja, hallgassátok meg. Miért rontott, 80. 13 vers, miért rontottad le kerítését, hogy minden járókelő szaggathasson róla, pusztítja azt a vaddisznó is legeli a mezei vad. És Ászáf rájön, hogy csak annyi történt az Isten részéről, hogy elvette az oltalmat és a védelmet, amit olyan természetes módon magunkénak tulajdonítjuk, mint Isten gyermekei is. Nem vádollak benneteket, mert 54 éves vagyok én is, megváltozott a gondolkodásom, a reggeli felkelésem, a reggeli hálaadásom. Nem mindig volt ez így, kedveseim. Amikor fiatal voltam, erőm teljében voltam, soha nem gondoltam azt, hogy reggel, ha felkelek, az egy kegyelem. Ma 54 évesen soha nem felejtem el ezt. Képzeljétek, soha. Bele kerültem egy olyan élethelyzetbe, 54 évesen, amikor kezdem érezni a testemnek a gyengeségét és a fájdalmait. És már látom, hogy nem is olyan egyszerű az, nem is olyan magának érthetődő, hogy reggel felébredhetek, kiugorthatsz az ágyból, szaladhatsz, végezheted a dolgaidat. Hát nem is olyan, hát nem is olyan egyértelmű ez. És csak annyi történik az Isten, az, hogy hogy lett ellenség az Isten. Az ellenség, és így értsétek ezt, és olvassátok el ezt a 80. Zsoltát. Nagyon érdemes elolvasni. Amikor Ászáv kéri, kéri az Istenek az orcáját, kéri, hogy seregek úr háromszor, vissza... Állíts helyre minket, azért te arcodat várjuk. És tudjátok, hogy mi történt? Mire emlékezett ő az Isten arcára? Amikor a Szent Sátor ott volt, és tudjátok, az Istenek a dicsőség ott ragyogott, a Szent Sátorban, amikor vándorolt a nép, és a Szent Sátorban ott volt a fridláda, és három dolog volt ebben. Egy, egynek nem kellett volna úgy az, az az Isteni olyan dicsőség, ez volt a kőtábra, a törvény. De két dolognak nagyon kellett valami az Isten orcája. Folyamatosan kellett, különben az ott nagyon csúnya dolog maradt volna a ládában. Tehát mi volt három dolog a fridládában? A kőtábla, aztán a manna. Mit is olvastál, ha másnap nem ették meg, akkor mi lett vele a mannával? Büdös lett, megférgesedett. Figyeltek. Aztán a harmadik, ugye a papság, Isten nek a kiválasztása Áron lefixálta, Áron kivirágzott veszélye. Reggelre a száraz fa, az Áron fája virágot hozott, és mandulát élelt, majd olvassátok el. De azt mondja a Biblia, konkrétan úgy tették bele a baládába a frissen szedett mannát, és az áron kivirágzott veszélyét, és lecsukták, és ott volt. Kérjúbok összehajolva ott voltak, és az Isten szentség és dicsősége kellett, hogy ez mindig friss maradjon. És azok, azok, azok a, a virágok frissen maradjanak, és bármikor abba beletekintettek, ott volt frissen a manna is, nem megférgesedve, nem megposhadva, és ott volt áron kivirágzott veszélye, és nem egy száraz bot volt, hanem ott voltak rajta virágok. Az az Isten orszája, az Isten dicsősége, azt táplálta, az éltette. És Ászáf azért egy angyal. Azt mondja, rájön, elvontad a kerítést. Csak annyi történt, kedveseim, Isten úgy lesz az embernek az ellentéssége, hogy elvonja a kerítést. Nem hagy el bennünket Isten. Nem azt mondja, itt az életednek a vége, csak megmutatja, hogy elveszi az oltalmat, ami olyan természetes. És Ászáf ezt fölismeri, és kéri, kéri, és kéri a papságot is, a papság lelkét, szellemét, Péter apostolnál úgy olvassátok, királyi papság, szent nemzetség vagytok. Azt mondja, orcádat fordíts felénk. Na akkor hogy is van ez, a, ez az ároni áldás? Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Igaz? fordítsa az Úr az ő orcáját, terád, Vagy te felét. És erre van nekünk szükségünk hogy az Isten ránk fordítsa az arcát. És ha az Isten ránk fordította az arcát Jézus Krisztusban, ami megváltunkban, az tündököl, az elevenné tart bennünket. Egészségesek vagyunk, és semmi nem számít, mert az Isten a te testednek a fenntartója. Éppen mondtam a pásztoroknak, amikor három fájdalom jött össze, vagy két hete is, kellett végeznem egy kis fizikai munkát az imaház körül, a kabai imaház körül. És olyan jó volt, hogy ilyen gondolkodási módra eljutottam. És nem adtam föl, egy öt óroszát dolgoztam ott csendesen, azokban a fájdalmakkal. És azt mondtam, uram, te vagy az én testemnek a megtartója, a fenntartója, te tudod azt, hogy most mit érzek az én testemben és már értem át Isten házának a szolgálatában gyógyulást, szabadulást. És úgy voltam, ott vagyok, és gyógyulni jöttem. Isten, és azt mondtam, Uram, szeretném még nagyon sokáig végezni, amíg nekem erőt és egészséget adsz. Nagyon sokáig szeretném még a fizikai feladatokat is elvégezni, nem csak a szellemi szolgálatot. Mert te vagy az én testemnek a fenntartója. Pál, amikor elindul és prédikál a thémben, azt mondja, emberek, az Istenből belőle lélegzünk, élünk és mozgunk belőle az Istenből. És azt mondja az Isten, hallgassátok meg. Hol van aki a tengerből kihozta őket nyájának pásztorával? Hol van, aki beleárasztotta a szent lelkét, szellemét? Már Ézsajás tudja, már tudja. Ott van csak az Isten lelkés és szelleme, aki belénk árasztotta, aki belénk lehet, és lőn az ember élő lélekké. Így mozgunk, így élünk. És míg Isten az alkotó, azt mondja Dávid újra, te tudod, hogy az életemnek a napját a végét. Neked írva van a könyvedben. Istennek megvan írva, hogy meddig élsz, hogy megalkotod, hogy megszülethettél. És megvan írva, hogy mikor kell eltávozni ebből a földi létből. De egy nagyon fontos igazságot kell tudni. Meg kell ismerni az élő Istent. És azt mondja a Biblia, vagyis azt mondja a proféta, de megemlékezett népe, Mózes régi napjairól. És itt megszólal a nép. És kívánom nektek, Sanyi barátom, testvérem, és akik hirdetitek itt Isten ígéjét. Nagyon kívánom nektek ezt. És saját magamnak. Hogy Isten lelke és szelleme, ott lehessen bennünk, ott feszüljön bennünk. Jussatok el, jussunk el olyan gondolkodási módra, és vigyétek el az Isten népét arra, hogy ti is megszólaljatok, hogy ti is életre keljetek, hogy az Isten szelleme átmenjen, áthaladjon. Azt mondja a Biblia, hogy, hogy azt mondja Pál így szól, mint egy Istenből szólunk. Tudjátok, mennyire fontos ez, hogy Tudunk úgy szólni, hogy Isten eszközöket, mint egy Istenből szólunk, és átmegy, és hallgassátok meg. De megemlékezett népe Mózes régi napéről. Hol van, aki a tengerből kihozta őket? Nyájának pásztorával. Hol van, aki belálasztotta a Szent Lelkét? Hol van, akinek dicsőséges karja Mózes jobbjával járt, aki ketté választotta előttük a vizeket, hogy magának örök nevet szerezzen? átvezette őket a mélységeken, mint lovat a pusztákon, és nem botlottak meg, mint jószág, amely lereszkedik a völgybe. Nem szoktam sokat hallgatni, de azért néha hallgatok, és egyszer régen már Mike Sámuel testvérünk mondott valamit, és képzettek, amikor olvastam, úgy megelevenítette Isten, Nyilván ő Erdélyből jött, és tudjátok, hogy elég erőteljes és nagy területet kap a, a, az állatnak a, a, a legeltetése és az állattenyésztés, és elmondott valamit. Azt mondta, hogy a pásztor vezette a nyájat, és képzeljétek el, hogy volt egy, azt mondja itt, hogy mint a jószág, amely lereszkedik a völgybe, úgy vitte őket a nyugalomba az úr. Megérkezett a nyáj egy meredekről, és utána egy elég, elég meredek völgy volt előttük. Megtorpant a nyáj. Nem ment sehova. És tudjátok, hogy mit tett a pásztor? Az ölébe vette a vezérkost, és itt szólnék hozzátok, megint szeretettel. Te hozzád is, annyi testvérem, mint pásztor. Engedd, hogy kérezkedj fel Jézus ölébe. Mert tudjátok, mi történt? Amikor a pásztor levitte a vezérkost egy ilyet lehetett hallani. A nyáj egyértelműen egy ilyen suhó hanggal, együttesen, egy lendülettel követte abba a mélységbe, ahova megtorpant. De csak akkor, ha a pásztor, ha a vezető felkérezkedik, és hallja újra az Isten fiának, a szívének a dobogását, ha újra veszi a kielentés szellemét, akkor tudja vezetni tovább őket. Kérezkedjetek fel ti is a Jézus karjába. Ott panaszkodjatok. Nem tudom, hogy szoktátok ti ezeket elmondani. Én nagyon egyszerűen gyermek ilyen szoktam ezt az úrnak elmondani. Meg azt is, hogy el vagyok fáradva. Egyet vagy mondjak el a többek közt. Télen szoktam rásegíteni a gázkazán mellé, nagy az imaházunk és tüzelek, és hát euh, munka, és utána igyekszem, fáradoztam, és csak egy ilyen ima közösség volt, kötetlen volt, és egy-ketten voltunk, és nem mondom őszinte, úgy, uram, te olyan fáradt voltam, megtettem, befűtöttem, és képzeljétek el, ladányi testvérek megjelentek. Soha nem fogom elfelejteni. Bevonultak a ladányi testvérek, képzeljétek el, olyan csodálatos volt. Mikor Istennek el tudod mondani, hogy elfáradtam. Tudjátok, a profét a keseregés azt mondja, hiába. Hiába minden. Hiába szólok. Hiába fáradozok. Hiába. A Biblia beszél arról, megfáradnak és megalakulnak a legkülönbek is. De akik az Úrban bíznak, és bízni az Úr Jézusban, felkérezkedni, és meghallgatni újra az Isten szeretet szívének a dobogását. Hogy mennyire szeret az Isten, hogy hazavár az Isten, hogy dicsőségben vár az Isten, hogy jutalom fog osztályrész lenni neked és nekem. Ahogy telik az idő, ez tényleg ilyen korfüggő, Olvasgattam a Bibliát, és újabb és újabb területek nyílnak meg, amik addig soha nem, mert nem voltam olyan élethelyzetben. És olvasgattam el a Jénések könyvét is, és azt olvastam, hogy Isten eltől ezt a földet. Tekintetétől eltűnik a föld. Péter még azt is kijelenti, hogy az elemek felboblanak és ropogan megégnek a rajta lévő dolgok. És a Szentlélek elkezdett velem beszélgetni, hogy figyelj Tibor, Mit tudsz ebből, ami el fog tűnni, megég, és utána olvasom, hogy alászál egy új Jeruzsálem. Mit tudsz oda átvinni? Tehát ez, ez eltűnik, ez megsemmisül. Mi lesz az az örökkévaló, amikor azt mondja, bemennek a kapukon a városban. Egyet tudunk, hogy a Jézus vére, ha rajtunk van, akkor bemehetünk. De valami másról is beszél a Biblia. Tudjátok, azt mondja a Biblia, hogy azt mondja az Úr Jézus, hogy gyűjtek, gyűjtsetek kincset a mennyben. És van egy ige, Mónival beszélgettem, és ha beütitek, szerintem a keresőbe egyik evangéliumban megtaláljátok. Húsvét előtt kaptam az Úrtól, azt mondja, láttam az emberek vásárolnak, csak úgy röpködtek a 000-esek értitek, figyeltem. És akkor hazamentem, olvastam a Bibliámat, és azt mondja Jézus, munkálkodjatok, de ne csak az a levéljét, amely elvész, hanem munkálkodjatok az, amely örökké megmarad. És tudjátok, hogy mit, milyen látást kaptam? Hogy az az ital és az az étel hova kerül? A csatornába. Az elvész. Ugye ebbe megegyezünk. Az úgy egy az egybe elvész. Súlyos. 10-20 ezerek. Értitek? Komolyan meg kellett azért dolgozni, igaz? hogy előteremtsék azokat az anyagi javakat. Az, amögött fáradtság van, kőkemény. És az elvész, az a csatornába szépen mind az ital, mind az étel gyönyörűen oda kerül. Az elvész. De mi az örökké És tudjátok, szeretettel mondom nektek, hogy ez nem olyan, hogy felébredek majd öreg koromra, és azt mondom, ú, elindulok, és elkezdek gyűjteni kincseket, hoho, -ho -ho, a kedveseim! <laughs> de az ember nem így megy! Mi volt időnk beszélgetni, és mondtam, hogy milyen nehezen éltem meg, tetétlen, kaba, hajdúszoboszló, püspökladány, még új falu is, még karcag is. Ez volt az a terület, amiben a vízgáz, fűtés, gépészeti szakmunkába, akinek tudtam segíteni testvéreknek soha nem tudtam elképzelni, hogy én egy-egy fűtés már nem fogok tudni valakinek megcsinálni. És eljött az idő, kedveseim, hogy látom a határaimat. Ez nem jön vissza, értitek? A soha nem jön vissza, szeretteim. Ébrednünk kell. Ébrednünk kell. Úgy, amikor azt mondja, azért mondja a Biblia, néktek szólok, ifjak, kik erősek vagytok és a jó cselekedethez, és a kigyűjtéshez a mennybe erő kell. Igen, és fizikai erő, képzeljétek el. Nem csak szellemi erő, fizikai erő. És az soha nem jön vissza, soha. Soha az életben. És mi marad orcánk pirulása, mi marad keserűség, fájdalom, mint egy, mint egy, mint egy üsző, kikapott üszök mondja ugye a próféta, úgy menekülsz meg csak, mint egy tűzön át menekülsz csak meg, és ott állsz az Úr előtt. És azt mondja a Biblia, könyvek nyittattaknak meg. Képzeld el, cselekedeteink. Utána azt mondja, más könyvek nyittattak meg. Az életkönyve. Óriási. Ne oldod a semmiért a koronát mondja az írás, semmiért. De mi az, mi az, ami elevenen tart téged és engem? Ha az Isten lelkét belénk árasztotta, akkor mondja a Biblia, meg ne szomorítsáték Isten szent lelkét. Ott van Saul, Izrael első király, emlékezetek, olyan jól indult. De olyan jól indult. És eltávozott Isten lelke. Vagy ott van Sámson, félelmetes kedveseim, azt mondja, harmadjára elaltatja Delilla a térdein, és mondja, levág, le van vágva, haja nem tudja. Felkelti, ébre itt vannak rajta a filiszos. Kimegyek, mint egyébkor, is lálázom őket, csak hogy nem tudta, hogy az úr lelke eltávodott tőle. Ettől hát félelmetesebbet nem tudok elkezdeni, és azt mondom, uram, ne engedd meg ezt soha tőle nekem. Hogy ne tudjam és ne vegyem észre, hogy az Isten szelleme eltávodott, elhagyott engem talán megy minden, az Isten tiszteti szolgálatom, a hívő életemnek a gyakorlása, és a szellemed oda van, és nem érzékeltem, és nem vettem észre. Csak hogy nem vette észre, hogy az Isten lelke eltávozott tőle. És mint egy tűzön keresztül, igen, Sámson is megmenekül. De meg kellett az árát fizetni érte. És hallgassátok meg, itt a záró gondolatként, tekints alá az égből, nézd le szentséged és dicsőséged lakhelyéből, hol van féltő szereteted és hatalmad, szíved dobogását és irgalmadat távol tartott tőlem, hiszen te vagy ami atyán. És tudjátok, a próféta átélte, ott volt, fel volt kemve, az Isten közelségében volt, és szenvedett. És igenis ez a jelzés a hívő embernek, szenvedni fogsz. És amikor szenvedsz, akkor vágyakozz Jézus ölébe és kelebelébe. Vágyakozz hallgatni az Isten fiának, a szívének a dobogását. Mert ez fog téged megelevedíteni. Meg megérezte, tudjátok? És, és, borítékolom. Azok, akik elhagyják az Urat, soha nem hallották az Jézus szívének a dobogását. Soha nem, soha nem hallottak és nem közölte a Jézus szívének a dobogása az Istennek a szeretetét. Azok jönnek és mennek. De akik meghallották, azok felismerik, és azt mondja, azt mondja szíved dobogását és írgalmat, visszatartott tőlem, kell nekem, meg megéreztem, mert átéltem, és ilyen a kegyelem, ilyen a bűnbocsánat, ilyen a megtérés, ilyen az újjászületés. Soha ne felejtsd el, ne engedd a sátánnak, hogy elhomályosítsa. Ne enged, hogy távol vigye tőle, hanem tegye mindig frissé és elevenné. És amikor érzékel a hiányát, akkor kéreckedj fel a megváltó karjaiba, hogy újra halljad, hogy újra közölje az Isten a fián keresztül az ő szeretetét, az ő gondoskodását. És tudjátok, ide kell eljutni. Hallgassátok meg. Hiszen te vagy a mi atyánk. Ábrahám nem tud rólunk. Izrael nem ismer bennünket. Uram, te vagy ami atyánk, megváltunk öröktől fogva, ez a neved. Remek ember volt Ábrahám, gyönyörködöm benne, csak egy, egy képet tekintsünk be. Akkora hatalmas szellemi élménye volt Ábrahámnak Istennel. És tudjátok, hogy mi volt a legnagyobb szellemi élménye Istennel? Az, hogy megszületett Izsák, ami lehetetlen volt, és tudták. Tudták. Mind ő azt mondja magára nézve, de főleg a feleségére nézve, a sárára nézve. És akkor még nem volt császár meccésre, és sára 90 évesen, képzeljétek el, megszülte és kibírta. Az egy, az, az isteni csoda volt. És amikor ezt Ábrahám átélte, akkor Isten kérte tőle, hogy áldoz fel a fiadat, igaz? És ment, emelte a kést. Megtette volna? Meg. Miért? Mondja az új szövetség, mert tudta, hogy Isten ígért neki valamit. Áté volt az Istennel egy olyan szellemi élménye, egy megtapasztalása, ez a megtérés újjászületés, a kegyelem, ne feled sose, hogy a halálból is feltámasztotta volna Izsákot, mert azt mondta neki, megígérte, hogy te magadat megáldom, mint a tenger olyanná teszem. És ezért lett Ábrahám a hívő atya, a hit atya. És azt mondja, Ábrahám nem ismer bennünket. Jön Izrael, jön Jákób, remek alakja. Ábrahámnak, Izsáknak, Jákóbnak Istenek, van ez a három ember. Ezek remek emberek. Emberek, de remek emberek. Nem ismer bennünket. El kell jutnunk, nem emberekre. Ha néztek a pásztoroktól, ő is ember. Bármilyen remek ige hirdető, legyen az bármilyen hűséges, remek, Csúcson lévő vannak, akik, én azt mondom, akik hatalmasan prédikálnak, azok a csúcson vannak, értitek, a szolgáltatók csúcspontján Isten kenete van rajtuk, értitek. Semmik. Semmik vagyunk, értitek, semmik. El kell jutni Isten. El kell jutni az ő áldott egyszülő Jézus Krisztus. És azért mondja az írás, János írás szerint való a János örökíti még, Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek az egyedül igaz Isten, és akit elküldtél, a Jézus Krisztus. Az pedig az örök élet. Az Istenben van a mi örök életünk a szerető atyában, és az ő állat Jézusban. Senki más nem számít. El kell tűnni. El kell tűnni már a szellemi vezetőknek, el kell tűnni az ige hirdetőknek, el kell tűnni, akik által hívőként lettetek, azt mondja Pálapostól, hogy elindul a korintis ügyének, hogy én Pálé vagyok, én ezé vagyok, én azé vagyok. Ezt meg el kell tűnni. Az Istennek kell jönni, az Istennek kell ragyogni. El kell jönni, kedveseim, az életetekben. Mert ha emberekre nézünk, akkor csalódni fogunk. De ha Istenre nézünk, soha nem fogunk csalódni. És eljön a proféta, nézzétek meg, ő már egy lépés alatt a nép előtt megint ott van. Ez a szellemi vezetőknek a, a, a plusza, az ajándéka Istentől. Ugye a nép már felébred, újra emlékezik Isten a tetteiről, ahogy olvastam, és azt mondja, hiszen te vagy a mi atyánk, Ábrahám. Ábrahám nem tud rólunk, Izrael nem ismer bennünket. Uram, te vagy a mi atyánk, megváltunk, öröktől fogva ez a neved. És tovább megy. Miért engedted, gyönyörű, miért engedsz eltévedni minket útjainkról, Uram? Miért keményítetted meg szíveinket, hogy ne féljünk téged? És azt mondani, hogy Isten az, aki elbontja kerítést. Kell, hogy így lásd. Isten azt akar, hogy ébredjél. Isten azt akar, hogy újra fölismerd őt. Hogy tündököljön előtted. Tündököljön. És foglalkoztat engem. Mi az, ami ébren tart? Megint nagyon szép történet Jézustól, tíz szűz példázata. Ugye ott megint mennyasszonyról van szó, megint szerelemről, megint vőlegényről, Jézusról, mi, mi, tart ébren? Tudjátok mi? A szerelmed. A szerelmet tart ébren. Hogy vársz. Emlékezz vissza. Csak a földi életedben, amit megengedett az Isten, a fiatal kolodra. Hogy várt a És azt mondja, hogy jön a vőlegény, megígérte, jön a mennyasszony, és, és készülnek. És ott fel vannak sorolva, hogy vannak ott lámpák, olajak, fel kell készülni. Lehet könnyen élni, mint éli fiai, igaz? Könnyen éltek, kiszolgálták a testet. Mentek, ők is mentek. Igen ám, csak hogy az öte eszes, az vitt olajat is magával. Oké? Okay? Szolgál. Az úrral jár. Próbál ébren maradni. Megfáradnak, meglankodnak a legkülönbök is. El is szunnyadunk. Ez is igaz, kedveseim. De mégis mit ad tébred. Hát a szerelem, amely ott dobog, az Istennek a szívén, amit ha közeledsz, az Isten, újra föleleveníti, és újra fölmelegít téged. Újra szerelmessé válsz. Újra szeretni fogod, újra emlékezel Isten csodálatos tetteiről. Újra eléd jön Istennek a szeretete, védelme, oltalma, ahogy hordozott téged, ahogy vezetett téged, ahogy megtartott téged, ahogy átsegített téged. Kérhetek tőlek, tőletek valamit? <laughs> Lehet tőletek kérni? Megígéritek nekem, és én is teszek nektek egy ígéretet. A ti Jézus iránti, iránti szerelmetek, hadd tartson engem ébren, ha rátok nézek. És az én Jézus iránti szerelmem és szeretetem, tartson ébren titeket. Ezt kívánom, amen.